Egy évvel ezelőtt történt a dubonai és málo-orásiai vérengzés. Tavaly, május 4-én este egy álmokfutó 8 embert ölt meg, és 12 személyt sebesített meg. A 9. áldozat a kórházban hunyt el. Ma országszerte megemlékeztek az áldozatokról. Az egy évvel ezelőtti vérengzés időpontjában 22 óra 32 perckor egy percre elsötétülnek a televíziós csatornák adásai, elnémulnak a rádiós műsorok az egész országban. Egy perces néma csenddel tisztelegnek az áldozatok előtt. Ehhez az emlékezéshez a Pannon RTV is csatlakozik. Szent Flóriánt, a tűzoltók védőszentjét ünnepeljük. Tiszteletére ma Csókán felállították és felszentelték a patrónus újra alkotott emlékművét. Az egykori szobor 1944-ben eltűnt, annak feltételezett mintájára emeltek most újat. Az emlékmű felállítását Csóka község önkormányzata és a Magyar Nemzeti Tanács támogatta. Gunarason tartotta meg hagyományos tavaszi tanácskozását a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság. Vajdasági témájú előadások mellett kiosztották az egyesület elismeréseit. A Kalapis Zoltán életműdíjat, a Sajti Enikő, történész, a legjobb kiadványért járó Szabó József díjat pedig István Márta helytörténész vehette át.